Újra a barokk szerelmeseivel telt meg szombaton Dombóvár belvárosa, pontosabban a Tignódi ház előtti tér. Szeptember 9-én rendezték meg a borünnepét, a Dombóvári Szüreti Fesztivált, a Domborfestet. A rendezvény színes programokat kínált mindenkinek, aki szereti a jó hangulatot, a finomabbnál finomabb borokat és a kulturális tartalmakat. Néhány éve született meg a gondolat a Német Nemzetiségi Önkormányzatban, hogy valamikor szeptember vagy október elején tartsunk egy dombovári borfesztet. Én nagyon örültem neki, hiszen azt gondolom, hogy ez egy olyan összefogással állt a jöhetett létre, amiből nem maradott még a Dombovári Kertbarát Egyesület se, a Dombovári Műfáj se, és még néhány civil szervezet is odaállt az ügy mellé. Alapvetően azt gondolom, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat köszönhető ez a mai rendezvény is. Ebből adódóan fellépőknek túlnyomó része a német kulturális körből kerül ki, illetve hagyományozott csoportok lesznek. Tavaly évben nagy sikert aratott az utcabál, hiszen olyan zenekar sikerült találni, akinek mindenkinek elhúzta a nótája, és a késő esti órákban azt gondolom már a jókedve is megjön mindenkinek, hiszen a borkóstolás óhatatlanul hozzátartozik a mai eseményhez. A Dombovári Kulturális Szolgáltatóközpont igyekszik minden évben más és más programokat szervezni eseményeire. Így történt ez az idei szüreti fesztiválon is, ahol számos énekes, zenész, néptáncos mutatkozhatott be a dombovári közönségnek. Egy kis népi tánc is a Csikostörtösi Német Nemzetiségi Tánccsoport képviseli Csikostörtös települést. Aztán következik utána a tombola sorsolás, hiszen aki itt egy-egy deci bort fogyaszt, kap egy deci bor mellé, kap egy tombola szelvényt, és hát egész komoly felajánlások vannak, ez lesz 18 órakor. A Doze együttes, tehát a dombovári fúvózenekar játszik Valaska János vezetésével, és utána pedig a Senior Kaposvári Zenekar 19 órától kezdi a fantasztikus koncertjét, utcabáját egészen 23 óráig. A kihelyezett faházikokban nem csak a borok, de a helyi kézművesek is helyet kaptak, akik kézműves portékáikat árusították a kilátogató vendégeknek.